Na visszatérve a vágyatra, ugye? Hogy a fölösleges vágyat, én is vágyakozok egy lottónyeredményre, mert nekem is ugye nincs egy a létrám meghalni, ugye? Mert ma is létráláltam vagy 6 órán keresztül, ugye? Meg furogatok meg minden, nekem is jól lenne, hogy csekkert nem kell azonom a hónapvégeken természetesen. De sosem szólt, hogy nyereményem az nagyon sejtem, mert nem nyerem. Azért lótot megveszem időnként, hát a nagyfőnök megmondolja magát, tudjátok, és akkor lesz valami változás. Bár meg kell mondani őszinte, az imáimban nem az van, hogy uram, adj egy lottó nyeremény, adjál munkát. Úgyhogy mai korszakban, megmondom őszintén, bőven elegendő vagyok benne, meg ráadásul mondjuk a belegondolók az ember, sokat dolgozik, akkor azért fogyókúrával is felért tulajdonképpen. Attól figyelhetően a vágyunkat megkaphatjuk, higgyétek el nekem, tehát megvan engedve a vágyat. De az olyan vágyaknak, amelyik benne van kivétel nélkül a karmikus életfeladataimban. Tehát én akartok motorozni. Akkor, és egyet tudnotok kell, a vágyakat nem úgy kapjuk meg, hogy akkor te megkapod, te klassz, akkor te motorozhatsz. Te mi? Jó, nem. Mindent úgy tudunk megtapasztalni, hogy kompletten kapjuk meg az egészet. Tehát olyan legyen a motorozás. Nesze neked karsz, hogy kapsz motor, gyönyörű motor kapsz. Jó, hogy volt 6 motor balesete, hetekig nem volt a segédem mondjuk bőr, és nem tudta elmondani rajta, mert hogy elálljultál, mert meg életét felé. Hát az vele jár meg, ugye két évvel kapott a motorozást, akkor nem a fegetel ott a lába, azt mondja, levágják akkor a testembe, lehet, hogy csak a vég volt benne annyi. Mindegy, tehát meg kell azt mondani, komplet, akkor nesze neked itt van, vagy valaki azt, hogy akarok csajozni. Pasi, megkapod, ahogy megkapod. Ja, bocs, vérból is lett, meg éjszes és meghaltál. Hát öreg, ez belejár, ez ezzel tartozik, értitek? Most azért érezem ki, ezt tudni kell. Ott van a szomszéd, azt mondja, és akkor irigykedik. Ja, ott van az a szomszéd nő, és állandóan fiatal férfiak mennek hozzá. Persze, mert hozzá nem mennek be. És akkor mit mondasz? Akkor neked is küldőkedik. Na most mutasd meg a nagy száttal, hogy akkor mi ott tudsz te hűleni, meg őszinte lenni. Azért mondom, akkor legyen, ne csak meg a férjedet, és szépen mindent, és megadják a vágyát neki, megkapja. Csak aztán, hogy hamarabb hazajön, ugye, meg utcán lesz, dálkozik vele, tehát az is megtanulja, hogy milyen jó lett volna, hogyha nem csalatta volna, mert mondjuk a férjét. Csak egy példa sok közül. Azért mondom, hogy minden vágy meg van engedve. Csak attól függ, hogy milyen spültel sokon vagy, te azt kapod meg. És arra kell vigyázni, ezt tiszta szívem mondom nektek. Olyan borzasztó teremtere van gondolatainknak, borzasztó teremtereje van, csak a Temporista mondta, hogy Jézus annak ide, hogyha ennyi hitetek lenne, hegyeket tudnátok megmozgatni vele. Az ember tudja, hogy gondolatának teremtereje van, és olyanra használja, ami benne van a karmikus feladatotokban, olyan gyorsan meg tud valósulni, olyan gyorsan, én komolyan mondom, már vigyázok arra, hogy mikor mit gondolok, mert vagy lecsap rám egy fél órán belül, vagy azonnal szinte. Esküszöm. Volt olyan, hogy pont arra gondolod, hogy millen összetörjük a kocsimat hátulról egyszer, azt gondolkoztam, mert egyszer, na, nem, előre meg egy picikét. Összetört a jobb oldali tükről, képzétek el az autómon, anyám ennek a vámpa, és nem figyelni már oda, és neki ment egy kis poznába, és letört a jobb oldali visszapillantott tükröm. Hát nem az dolog, csak 5000 folyt egy elektromos tükör a Opelemen volt. És akkor Miskolcon azon gondolkoztam, mennyire valaki összetörne a visszapillantó tükrömet, és akkor biztos tudok kifizetni. Hát csak az a baj, ugye, hogy jobb oldalt ritkán törnek össze, a bal oldalt szokták összetörni mindig. Hát nem telt bele olyan 20 másodperc. Elnézte a menedzsment a terrorautó a izét, ahogy hívják ott a sávot, és ledarált a jobb oldalt. A visszapillantó, a visszapillantó picit belerúgtam, hogy le is jöjjön, kifizette a biztosító, tény és való. Hát igaz, hogy nem csak a visszapillantót vitte, a fél autót elvitte vele, de lehet szép új kocsi az oldalamnak. És akkor ugye Karsé Pisti eltelt 2 év, de tudnotok, hogy akkor a biztosító fizetni kártérítést is. És akkor eltelt 2 év, Karsé Pistinek éppen anyagi gondjai voltak, és ülök a Hungária körül az autómban, és arra gondoltam, hogyha most valaki hátulról összetörne a kocsimat, megint kapni pénzt, és végre lehetett nyaralni. Ezt kisebb gondoltam, hogy bejövett hátra egy autó. Na mondom, ilyen gyors uram, ennyire kellett vagy voltak lenni. Nem volt vele rossz baj, csak ugye, amit elfelejtettem, hogy közben 2 évvel idősebb lett a kocsi, meg beletettem 170.000 kilométer, úgyhogy figyeltem volt a biztosítótól, csak én rohangáltam, hogy összetölték a kocsimat. De akkor megtanultam, hogy elég kigondolni, és komolyan mondom, minden esélye megvan rám, már működik is és kész. Úgyhogy komolyan, vagy megkérni ügyfeleknél, hogy riasztos elő vagyok, megyek az utcán, és akkor derék voltam enne az ügyfélnél,
tudja, hogy két napon belül egy riasztót szerelni hozzám, akkumulátor tönkre ment, nekivásod. Úgyhogy ha nincs, vagy annyi munkám van, nem is meg senkire se gondolni. Mondom, hogy egyszerűen nem is meg senkire se gondolni, mert úristen, most nem fér bele sem akkumulátor csere. Ezzel mikor csináltál már utoljára akkumulátort jut eszembe? Elég régen, ugye? Még eredeti akkumulátorod van? Ha? Most jó, vagy kipróbáljuk. Na, jó, vicces félre, kapsz egy akkumulátort ajándékba, tőle megítélre, ha tönkre megy, jó? Két és minden ez a nőkkel nem megy, ugye? Hogy gondolsz valamit egy nővel kapcsolatban, és akkor bejön? Hát én megmondom őszintén, hogy nem. Hát én 53 évesen mondjuk ilyenek nem is gondolok, hogy szeretnék egy 20 éves feleséget magamnak. Például meg ilyenekre. Tehát az ember lehetetlen, tehát olyan, ami karmában belefér, tehát lehetetlenséget nem lehet. Azt azért odafelhető se tudnak ilyeneket csinálni, tehát azért ilyen nonsense dolgokat benne tudnak kitalálni. Akkor meglepetést kapcsolatban. Igen. Nagyon le programozni el neked a lányokat is, csak minden a karmádon benne van, ennyi a rövid története. Tehát ugye minden kicsit van mágia benne, nincsen nagy mágikus részerek tulajdonképpen, de sokan azt felejtik el, egy pici párkapcsolat előadás jött hozzá, hogy a legtöbb lánynak az a baja, hogy akarok valakit. És akkor ugye nem hiszitek el, ott áll a szellemvilágban segítő, és akkor nagyon nekit akarsz, ugye? Hát a fehér ló az olyan, mint a lottógyeremény, tehát az ügyességet nem akarok kitálni magamnak, ugye? És akkor ugye, mert mire vál a szellemvilág? Hány éves takarok magamnak, szőkét akarok, barnát akarok, a vagyonirény sose nézi, tehát a minden, ami rezgésével belefér, mit akarok, de ki kéne mondani, hogy mit szeretnék, komolyan mondom. Csak azt, hogy jól lenne valakit hozna a sors, mert én olyan egyedül vagyok. Hát akkor hozz el egy sorra, öreg bácsi, fiatal bácsi, akár bár érzik le, hogy öregnék, de nem így működik el. Kit akarsz, mondd el konkrét, és akkor bele fog férni. Persze az is akkor fog beleférni, mondani, hogy akarom, hogyha egy szabad akaratom van mind a kettőnek, másik, ha karmában benne van. De ha benne van, mert kijelentésbe fog jönni, komolyan mondom, és működik. Csak az emberek nem merik elhinni, hogy nekem ilyen szerencsé, hogy 20 éves lány van az ágyam, van engem. Nekem sose lehet ilyen szerencsé, ugye? Ez azért mondom, mint? Jó, már most. Igen, diszkóban, mindig el ide-oda, nem biztos, hogy szerencsé. Jó, hát de utána kell tenni, hogy nem kell menni diszkóba, de... Jó, de nem mindenki van nagyobb a, igen, nagyobb a feladat, most már picit összetér erre az életet, mindig nevetünk körülbelül a kicsimmel, amikor úgy látom minket egy pár, milyen feladatok vannak egymással, ugye, és ráadásul nem úgy élünk egymás, tehát mi szellemileg élünk egymás mellett, hát komoly feladat mind a kettőnek. Én legalább akkora nehéz feladat vagyok ő neki, mint ő én nekem, úgyhogy ma. Tehát akkor maradok a vágyaknál, aztán majd lesz össze a párkapcsolat előadás is, jó? Tehát megvan enged a vágyam kiélése. Ami nagyon fontos dolog, viszont is tudomásul kell venni, hogy minden egy-egy dologhoz, minden egy dolgot, amit negatív energiát teszünk, rendeznünk kell. Mondtam nektek, hogy rendeseket megteremtjük, nekünk kell semlegesíteni. És most a legrosszabb, ezt idézem a tanításból, vannak dolgok, melyek a rendezésére, csak évszázadok múlva nyílik alkalom. Ugye egy felnőtt vagy egy fájdalmas emléket eltörse az ember, mert ameddig nincs eltörölve, bármilyen is elfelejtkezett róla, azok felnőtt megmaradnak a lelki, és addig fognak várni arra, hogy te csak semlegesítsen. És képzeljétek el, hogy ebben az a legesleg rosszabb tulajdonképpen, amikor lesz egy komoly váltás, spirituális váltás a föld életében. Addig, amíg valakinek azon a bolygón karmikus adóssága van, arról a bolygóról nem mehet el. Pont ennyi kéz, be kell fejezni. Magyarul, ha olyan be kell, hogy közben volt egy nagyon komoly váltás itt a Földön, és spirituálisan akkor lesz élet a helyzet, hogy közben eltelik netánkán 3000 év, akkor 3000 év múlva fogok visszaszületni a Földre, és akkor fogom rendezni ezt a helyzetet, képzeljétek el. Úgyhogy azért mondom, hogy nagyon kemény dolog. Ha megnézzük a szellemi szféráknak a időben eltöltendő helyeit, akik alacsony szinten vannak, tehát bűnözők szférába kerülnek be, hát azért nem valaki 80-100 meg 150 év után tud visszaszületni, míg amíg a hármas szférába születik vissza, esetleg az lehet, hogy óra múlva vissza tud születni, vagy két óra, vagy két nap múlva. Tehát nagyon hamar vissza tud születni, és azért mondom, hogy is, és most képzeljétek el, most jár le a kegyelem ide, ezt így mondja a tanítás, ami azt jelenti, hogy nagyon jól tudjuk, hogy nagyon könnyen elképzelhető, de hát pontosított az agya tudja egyedül, hogy bekövetkezik egy nagyon komoly váltás ugye a mi életünkben. Na most ugye nagyon jól tudjuk, hogy ha tényleg így van, hogy ez a 2035 között bekövetkezik valami,
Hát akkor lehet, hogy azt mondja a szerelmi vezetés, hogy hát figyelj, karsely Pési, de hiába jártatod a szádat, te már nem tudsz jókat csinálni. Akkor átbuktál, mint a ház, levesznek a föld színpadáról. Hát most mi a francnak, neked már kár jövőködne, te úgy buktál. Te nem tudsz olyan jót csinálni, hogy itt maradj, és akkor meghalok és kész. Egyes variáció. Kettes variáció. Hát nem egy dolog, akkor gyorsan halljál meg például, mert még vissza tudsz születni, és meg tudsz élni 20 évet esetleg mondjuk a igazi korszakváltásig, értetek? Borzasztóan érdekes ez, tehát a szellemi logika semmit nem ad hozzá. Hát pont nevetem a kicsim, hogy lehet, hogy meghalok, és akkor férhez veszül egy gyereket, és visszaszöltem az új gyerekének. Minden lehetség, aztán parlamosnék a fejemben. De minden belefér, higgyedek-e nekem a mai világban tulajdonképpen, de azért mondom, hogy a kegyelem időszakát érjük, és rengeteg ember már nem fog visszaszületni, nincsen miért. Már ki fogja várni ezt a másik időpontot.